Traktor bowling. Van ilyen sportág. Micsoda traktor? Pulling. Pulling, aha. Van ilyen sport. Derekukra van kötve, nem? Simán a traktor. Fú. Nem. Nem hiszem. Kinek a derekára van kötve egy traktor? Az egy embernek a derekára. Ez az. Nem mertem mondani. Hál' Istennek, hogy kimondtad. Hány lóerős lehet egy traktor szerintetek? Nagyon sok. Nyolcszáz. 1500. 3000 lóerő. Ez meg 10000. Traktorhúzó verseny van Hajdúböszörményben. Ha nagy leszel, akkor neked lesz traktorod? Igen. Kezdete-kezdete óta itt vagyok, mióta ez a rendezvény van Magyarországon. Szeretik a gyerekeim, a férjem, én is. Kivárt a nagy gépeket. Ez egy olyan motorsport, ami Amerikából érkezett Európába 70-es években, és 20 éve van Magyarországon jelen. A hang, a motor, a lóerő és a látvány mindent megmagyaráz. Ahogy elhalad mellettünk egy ilyen gép a 100 méteres versenypályán, felrobban szinte előttünk a motor, és végighúzza a 25 tonnás súlypadot, egy fantasztikus élményt ad minden embernek. Helyzet? Erre mondják azt, hogy csírájában meghalt az interjú. Ez maga az őrület, a világ legerősebb motorsportja, a mezőgazdaság Forma 1-e, több ezer lóerős traktorok viadala. Traktorod van? Van, de én nem versenyzek. Miért nem? Nincs rá időm, szervezni kell a versenyt. Miért pont a traktorhúzás, mint verseny? Hát, tetszik, szeretjük. Te vetted rá anyut, hogy kihozzon ide, vagy anyu vett rá téged? Anyu vett rá téged. Akkor erről beszéljünk, miért? Hát mert érdekel minket a verseny, nagyon szeretjük, nagyon izgalmas, tetszenek a traktorok. Az arcolatunkhoz tartozik az olaszországi Forno Hemi, ami 10400 lóerőt ad le, és a 100 méteren több mint 100 liter alkohol teszik meg. Hány kiló a 10000 lóerőhöz? Az önsúlya nem lehet több 4,5 tonnától, hisz akkor nem lehetne versenybe. Vivien, mit keresel te egy ilyen versenyen? Az édesapám az alelnök, szóval ebben nőttem fel, és imádom ezt a rendezvényt, el sem tudnám képzelni az augusztus rendezvény nélkül, és mindenben támogatom és segítem édesapámat már 16 éve. De azon gondolkodom, a fiamat benevelem, és indulunk majd legközelebb versenyen. Mi ennek a versenynek a lényege? A verseny szabálynak a legfontosabb lényege, hogy van egy pálya, ezt úgy hívjuk, hogy track. A pálya 100-120 méter hosszú, egy speciális agyagföld keverékből áll ez a pálya. 10 évig kísérleteztük ki azt, hogy ez a pálya tényleg jó legyen, a 10 pontból 8 pontnál járunk. Ez sima homokon nem lehet megcsinálni, hiszen nagyon nagy szilárdsággal kell rendelkezni, nagyon keménynek kell lenni a pályának, és minden húzás után ezt újra be kell dolgozni, tömöríteni, locsolni. Európában 8 ilyen súlypad van. Egy nagyon fontos szerkezet, mozgó alkatrészekkel, mozgó súlyokkal. Tulajdonképpen a lényeg ez, hogy a súlypadot elhúzni 100 méter hosszan a versenyzőnek, minél nehezebb a teher halad előre a szánkón, a súlypadon, és mégis ezek a traktorok úgy vannak kiképezve, hogy el tudják húzni. Aki 100 métert húz, a full pult teljesíti. Hogyha nagy leszel már, annál nagyobb, mint amekkora most vagy, akkor traktorsofőr leszel? Lehet. Miért? Mert szeretem a traktorokat. Kinek szurkolsz? Tettem fel egy kereszt kérdést, és ebből rájövünk, hogy mennyire érdekel ez az egész. A traktoroknak. Európában és Amerikában is hat nagy kategória alakult ki. A modified épített traktorok a legnagyobbak, heavy modified, mini modified, light modified. Ezen kívül a prostock és a superstock, a legegyszerűbb kategória pedig a farmstock. Mi a farmstockban vagyunk erősek, hiszen rengeteg farmer van nálunk és rengeteg gazda. Ők jönnek ide a 30-40 traktorral, mindenfajta márka, a legegyszerűbbtől a legújabb márkákig, és húzzák a súlypadot egész nap a pályán. Good competition. The exposition here is very good and we hope for successful
days and very good winners. Ez Kelet-Európa legnagyobb ilyen rendezvénye. 7 éve Európa Kupa futamokat szervezünk az ATPC segítségével, és azt gondolom, egy nagyon színvonalas motorsportot láthatnak itt minden augusztus 20-a előtti hétvégén az érdeklődők. Eszméletlen hangok és iszonyatos szag, és mindez a nézőktől 10 méterre. Melyik itt a legelősebb traktor? Nem tudom. 8 évvel ezelőtt kiküldtek véletlenül Rotterdamba egy versenyre. Amit én láttam, azt gondoltam, hogy ha csak a felét hozzuk el Hajdúságba, Magyarországra, ha csak a töredékét mutatjuk be itt a magyar embereknek, egy fantasztikus showt fogunk csinálni. A hajdúböszörményiek nagyon büszkék erre a rendezvényre. Lehetnek is büszkék rá. Ennyi volt már a Sportverda, köszönjük, hogy velünk voltak, tegyenek így legközelebb is. Köszönjük. Köszönjük szépen. Nézőktől köszönjetek el. Az a te dolgod. Hát most tettem meg, de hát ti nem. Hát ránk szóltál. No. Jó, köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Mit? Nem kell. Nem köszönni kell. Egy visszaállt esetleg. Jó, hogy jó, oké, de most azt hittem, hogy ajándékot köszöntünk. Hogy nem, iszor. Azt mondta, hogy a nézőktől köszönjük el. Köszönjük el, akkor egyszer köszönjünk el. Viszlát. Három. Egy, kettő, három. Viszlát. Tudtam, hogy elszúrják. A műsor támogatója a Járműkontroll Magyarország Kft., a műholdas járművédelem specialistája. A műsor támogatója a Lumár autóüvegfóliák és a Grafiprep autóbevonó fóliák forgalmazója. Partnerünk a Fortuna BT, a motorfelújítás szakértője. A Sportverda támogatója. A poliszórák és ékszerek forgalmazója a BL Uraszalon. A műsor támogatója az új SsangYong Rexton forgalmazója, a Fabian Auto. A műsor támogatója az Olmix.hu magazin.